A Józsa András Múzeum és a Móricz Zsigmond Színház már korábban is segítették egymás munkáját, csütörtök délelőtt pedig hivatalos keretek között is aláírtak egy megállapodást. A múzeum részéről a Kálai gyűjtemény, a Sóstúji Múzeumfalu, illetve a Józsa András Múzeum, a színházi oldalról pedig a Rózsakert szabadtéri színpad, a Bencs Villa és a jegyiroda is segíti a közös munkát. Móricz Zsigmond Színház tavaly augusztusban nyitotta meg a gyönyörűen felújított Bencs Villát, és az egyik legfontosabb funkciója a Bencs polgármester úr korabeli kiállításnak a megnyitása volt. Ezt a múzeum segítségével tudtuk megvalósítani. Ezt alkalmi eseti kiállításokkal fogjuk a jövőben bővíteni. Ezt mindenképpen a két intézmény között. A látogatók szempontjából pedig egy kiemelt dolog a kedvezmények biztosítása. A látogatók számára is kedvező az intézményi együttműködés. A színház bizonyos darabokra kínál 10% kedvezményt, ha az adott hónap 7. napjáig bemutatja valaki a múzeumi belépőjegyét. A múzeum viszont minden tárlatára bármikor biztosítja a 10%-kal kedvezőbb vásárlást a színház jegy bemutatása esetén. Tevékenységem alatt, több mint 2 év alatt ez a 19. együttműködési megállapodásunk intézményekkel, szervezetekkel. Most a színházzal sikerült hosszú előkészítés után egy tartalmas együttműködési megállapodást kötni. Idáig is volt nekünk kölcsönösen egymás segítésére mindenféle akciónk, de most már megállapítottuk azokat a mérföldköveket, határköveket, amelyik alapján tudunk együttműködni. Ez elsősorban intézményeink kulturális programjának a propagálását jelenti. Mindkét intézmény területén, természetesen Facebookon keresztül, honlapokon keresztül. A tavalyi évet mind a két intézmény rekordszámú látogatóval zárta. A színházban 108 ezer néző fordult meg, a múzeum pedig 2,5-szeresére, 60 ezer fő fölé növelte az érdeklődők számát. A múzeum és a színház a Lázár Ervin programban is részt vesz. Ennek lényege, hogy mintegy 10 000 gyermeknek biztosítják, hogy évente legalább egyszer egy színházi előadást megnézzen. A vidéki diákokat a darab után a múzeumba, a városi diákokat pedig egy állatfarmra viszik majd, így egy egész napos programot szerveznek a tanulóknak. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója a sajtótájékoztató végén bejelentette, hogy a Józsa András Múzeumot fennállásának 150 éve alatt idén először az év múzeumának is választották. Az elismerést május közepén veheti át az intézmény a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Múzeumok Majálisán.